Jó estét kívánok! A Radivoj Korácsról elnevezett hazai férfi kosárlabda kupa zárótornáján ma az elődöntők vannak műsoron. A Zsölezniki Sportcsarnokban már javában tart az első találkozó. 18 órakor kezdődött ugyanis a Crvena Zvezda és az FNP közötti mérkőzés. Az eddigiek folyamán a fehérmezes FNP uralta a mezőnyt, az első negyedet 28-14-re nyerte. A második játék részben a Crvena Zvezdának sikerült 9 pontosra lefaragnia a hátrányt, úgyhogy a félidőre 44-35-ös Zselezniki előnyert értek a játékosok. A harmadik negyed legnagyobb részében az FNP tartotta a 10 pontos körüli előnyt, majd a végére azt egy pillanatban 19 pontosra is megnövelte. Végül a harmadik negyed 17 pontos FNP előnnyel ért véget. Jelenleg a negyedik játékrész zajlik, a találkozó végét a belgrádi 2-es csatornán nézhetik. A második félidőben, vagyis a második elődöntő 20 óra 30 perckor a Radnički és a Partizán küzd a döntőbe jutásért, erről a találkozóról is lesz majd élő közvetítés. A döntőt holnap este 8-kor játsszák. Újvidéken mától vasárnapig tartják a sorrendben 38. karate Európa-bajnokságot. A megnyitón 46 ország karatistái vonultak fel a Vojvodina Sportközpont nagy termében. Az ünnepségen megjelent Antonio Espinosa, a világ és az Európai Karate Szövetség elnöke, valamint George Hierolimpos, a két szervezet főtitkára is. A rendezvényt Snežana Samardžić Marković ifjúsági és sportminiszter nyitotta meg. A szerbiai különítmény 34 tagú és már az első napon éremmel dicsekedett, ugyanis Bojana Mladežić bronzérmet szerzett a női forma gyakorlatokban. Az EB vasárnapig tart, a belépés díjtalan. Temerinben hivatalosan is felavatták a bekerített műfős labdarúgópályát, amely a Petar Kocsitya általános iskola udvarában kapott helyet. Az úgynevezett Peach pálya kiépítését a Sport és Ifjúsági Minisztérium, a Szerbiai Labdarúgó Szövetség, valamint a norvég kormány pénzelte. A 20-40 méteres pályát még tavaly felszerelték, de a miniszternő csak most adta át hivatalosan rendeltetésének. Szerbia szerte 52 ilyen jellegű pálya létezik, amelyek kiépítése 1,5 millió euróba kerül. A miniszternő szerint az előnyük az, hogy szinte minimálisra csökkentik az esetleges sérülés lehetőségét, valamint biztos helyszínt jelentenek a gyerekeknek kedvenc sportáguk űzésére, mivel nem csak futball, hanem kosárlabda és röplabda pályaként is használhatók. Szerbia különböző helységeiben sikerült világszintű szabvány szerint felszerelni a pályákat. Ugyanis ez az alapfeltétele annak, hogy a gyerekek sportolhassanak, továbbá ez a vezérelve sportfejlesztési stratégiánknak. Vagyis minél több gyermek bejut a sportpályára, annál kevesebb marad az utcán. Az ünnepélyes átadást követően a miniszterasszony találkozott a helyi sportegyesületek képviselőivel, majd kiosztotta a 2010-es év legjobbjainak járó díjakat a sportterén. Tegnap este megkezdődött a rájátszás a szlovéniai jégkorongligában. A belgrádi Partizán fölényes győzelemmel rajtolt a negyed döntőben. A fekete-fehérek magabiztos 5-0-ás vendéggyőzelmet arattak az osztrák Graz felett. Andrzej Terlikár 3, Milos Babic pedig 2 gólt ütött. A visszavágót holnap 18 órakor játsszák, és a belgrádi 2-es csatornán lesz róla élő közvetítés. A Partizán amennyiben tovább jut, a Mladi Jesenice Maribor párhasz győztesével találkozik az elődöntőben. Ez a két csapat 1-1-re mérkőzött tegnap egymással. A másik két párharc eredménye Zagreb Triglav 3-2 és Blade Olympia 4-8. A németországi Garmisch-Partenkirchenben zajló alpesi sívvilágbajnokságon ma a női szuperkombinációt tartották. Az aranyérmet ezúttal is az osztrákok vitték el. A világbajnok meglepetésre a mindössze 22 éves osztrák Anna Fenninger lett, aki a lesiklás után negyedik volt, ám a kiváló műlesiklással sikerült az első helyre feltornáznia magát. Az ezüstérmet a szlovén Tina Maze szerezte meg, aki a lesiklás után 8. volt, a bronzérem pedig a veterán svéd Anya Persson nyakába került, aki a műlesiklásban megtartotta az első részben szerzett 3. helyét. A lesiklás után élenálló Elizabeth Görgő a folytatásban lecsúszott az 5., a 2. helyezett svájci Dominik Gissen pedig a 4. helyre. Holnap a VB-n a férfi lesiklás lesz műsora.
Ennyit készítettünk már a friss sporthírekkel, a holnap esti híradó után jelentkezünk, addig is a viszontlátásra.